Bizony nem egyszerű ünnepel sztárból egy szanatórium múltba révedő ápoltjává válni. Ám az idő vasfoga már csak ilyen. De ezt az állóvizet is fel tudja kavarni, ha megérkezik az ember régi legjobb barátja, egy hozományvadász nő szemény társaságában, őket pedig egy sorozatgyilkos is követi. Az Édes Alkony című színdarab cselekménye így veszi kezdetét, hogy tánccal, énekkel és könnyed realisztikus humorral szórakoztassa a közönséget. Ez Sátoraljaújhelyen is megvalósult, ugyanis a Pódium Színház elhozta a darabot, melynek rendezője és egyik főszereplője Bednai Natália, a társulat igazgatója. Harsanyi művész úrral már nagyon régóta dolgozom együtt, ami nekem nagy élmény, hiszen kislánykorom óta ismerem őt. Édesapám, aki már nincs közöttünk, Bednai Nándor, aki ugye a televízióban nagyon sokat dolgozott Gáborral, illetve hát én is leselkedtem a Vidám színpadon, vagy bárhol, ahogy ő játszott. És aztán megalakult a Pódium Színház, és aztán megkerestem Gábort. És jöttek az ötletek, és neki volt egy darabja, amit ő mindenáron be akart mutatni, és akkor ezt bemutattuk 2014-ben. Ha jól emlékszem, túl vagyunk a, nem is tudom, 100 fölött vagyunk már. Nekem ez nagyon nagy élmény, hogy Gáborral játszhatok színpadon, tehát fantasztikus vele, mint partnerrel, mint íróval, nagy élmény vele dolgozni. A művet író Harsányi Gábor a főszerepet kicsit saját életéből és félelméből mintázta. Tulajdonképpen ez már sok-sok évvel ezelőtt megszületett ez az ötlet, hogy vajon az idős emberek a mai világban, az idős színészek mit remélhetnek, hogy élhetnek. És egyáltalán az idős ember, annak lehetnek még vágyai, lehetnek álmai, és lehetnek céljai. Az, hogy elszaladt az élet, elszaladtak az évek, ott tegye a fene. De azon kívül ugye még az ember még lélegzik, és amíg lélegzik, addig célja van, és az egészségre kell vigyázni, semmi másra. Ez egy tüneményes vígjáték. Nagyon nagy örömmel vagyok itt, azt hiszem nem először, már többször voltam itt, és hát nagyon-nagyon jó közönség van, vágyfülű közönség van, értő közönség van, és hiszem és remélem, hogy nagy sikerünk lesz. Boldogságot, örömet, és békességet hozunk a közönségnek. A közönség többszöri hangos nevetése egyértelmű visszajelzés volt a színészeknek, hogy a darabot érdemes volt elhozni a Latabár Színházba.